Hunyadi János halálának 500. évfordulóján a Hazafias Népfront emlékünnepét rendezett az Operaházban, amelyen Bata István honvédelmi miniszter mondott megnyitó beszédet. Az ünnepségen megjelentek a testvéri népi demokráciák küldöttei is. Ünnepi beszédében Elekes Lajos Kossuth Díjas történelemtudós méltatta Hunyadi János hadvezéri képességének és hazaszeretetének történelmi nagyságát. Nem csak a magyarok, hanem görögök, bolgárok, délszlávok, románok foglalták vitézi énekeikbe hősi tetteit. Pécs városa már napokkal előbb készült az évforduló méltó megünneplésére. A város főterén az alkotó Pácai Pál Kossuth Díjas szobrászművész irányításával állították helyére az új Hunyadi szobrot. Az ünnep reggelén a pécsi Széchenyi téren. Janza Károly altábornagy emlékező szavai után lehullott a lepel a hatalmas bronz lovas szoborról. Hunyadi Jánosról, a törökverő hősről, a nagyszerű hazafiról az egész ország népe megemlékezett.